A földtani kutatási program szerves részét képezi annak a telephely vizsgálati és értékelési munkának, amelynek célja a természeti és emberi tevékenységből eredő az új atomerőművi blokkok építése és üzemeltetése szempontjából mértékadó valamennyi körülmény és veszélyforrás azonosítása. Fontos feladat továbbá ezek jellemzése az atomerőmű tervezéséhez és biztonságának igazolásához. A földtani kutatási program során a földkéreg szerkezetét és az azt alkotó kőzetek összetételét vizsgálják, melynek keretében számos sekélyfúrás, illetve geotechnikai és hidrogeológiai célú fúrás mellett összesen 8 mélyfúrásra került sor. Ezek mélysége fúrásokként legfeljebb 2000 méter volt. Az utolsó, Madocsához közeli mélyfúrás helyszíni munkái néhány hete értek véget, ezzel lezárult a mélyfúrási program kivitelezési szakasza. A program korábbi eredményeiről és a telephely vizsgálatról dr. Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, valamint a Magyar Tudományos Akadémián is tartott már beszámolót.